megérkezett a mozikba, ugye az év nagy durranása az egyik, ugye az évben nagyon sokszor majd el lehet mondani, hogy itt az év nagy durranása, ugye az első meglepetés durranása a Halálos Ilma 7. része volt, amelyik ami eszméletlen nézőszámot és bevételket produkált világszerte. Aztán ugye itt van, amelyikről azt gondolják is, hogy ez a év egyik legnagyobb durralása lesz, és majd itt a rekordokat megdönti, ez a Bosszúállók másik része, az Ultron kora alcíme ellátott mű, amely minden bizonnyal tényleg az egyik legnézettebb filmje lesz az évnek, sőt, talán a legnézettebb filmje egészen addig, amíg nem jön a év végén a James Bond, az új, illetve az új Star Wars, tehát majd, akkor majd meglátjuk, hogy a maszkos szuperősök majd hogyan jönnek ki majd az egyenlet végén, de hát hogy miről van szó? Ugye eddig készült 10 darab Marvel képregényfilm, kezdődött ugye a Marvelnek az újkori felfutás, kezdődött a Vasember első részével, mivel Robert Downey Jr. behozta ezt a humoros, nagypofájú, gazdag, felelőtlen, ám mégiscsak valamilyen szinten felelős figurát, és ezek után elindult a lavina, berobbant a köztudatba, hogy jé, képregényfilm tud jó és szórakoztató is lenni, és jött Amerika kapitány. Aztán jött Thor, aki ilyen túlvilági csávó, aki a kalapácsával dobálja. Viszont a Bosszúállók első részével sikerült ez a dramaturgiai csoda, hogy azt egy olyan ember is élvezhette, aki mondjuk nem tud erről a Marvel univerzumról semmit. Pörgős akciófilm volt, látványos, teljesen jó volt, minden blockbuster ilyen lenne. Akkor Joss Whedon megkapta a folytatást is, és be kellett egyrészt ugye, mivel kellett itt szembesülnie. Ugye mivel majdnem 1,6 milliárd dollárt hozott ez a film, akkor ennél most többet kell hoznia, hangosabbnak kell lennie, több akció, plusz hősöket be kell hozni, például a Skarlát boszorkát, akit mondjuk ennek jártam a kedvelt színésznő, akit végre felfedeztek, hogy lehet nagy blockbuster is használni, Elizabeth Olsen, ugye akár Martha Marcy Marlen bebizonyította azt, hogy voltak az Olsenikrek, és van egy Olsen, aki tehetséges, tehát ez wow, ez egy tök nagy releváció volt annak idején, ez egy független kis thriller volt, és ő alakítja most az egyik új szuperhőst. Csak egy út vezet a békéhez. A pusztulásuk. Ezek a filmek így jöttek egymás után, egy kaptafára épülnek, hogy mindig valaki jön egy gonosz. Én vagyok a gonosz, elpusztok mindent, vég a földnek, kiírtam az emberiséget, tadá! Csak ezektől meg kell védeni a világot, a földet meg kell menteni. Mindeközben sikerül egy általában egy ilyen 10 milliós városnak megfelelő épület részeket lerombolni. Azt tudták mondani, hogy nagyon jók ezek a filmek, nagyon jók ezek a karakterek. Nincs olyan igazából jó gonosz. Pajzsot akartam emelni a világ köré, de létrehoztam valami szörnyűt. Mesterséges intelligenciát. A neve Ultron program. Marvel szakértők, Marvel fanatikusok azt mondják, hogy Ultron az ebbe a univerzumba, ugye aki egy mesterséges intelligencia is ugye megteremtődik ebbe a filmbe most, hogy ez az igazi átütő Marvel főgonosz. Van, akik merészelték ezt az Ultron karaktert a Stanley Kubrick 2000-nek a Hall, vagy Hell számítógép karakterhez hasonlítani. A Hall van ez az Ultron attól. Egyrészt sokkal többet locsog, mint a Hell. A Hell az akkor beszélt, amikor kellett. Amikor meg hallgatni kellett, akkor hallgatott, és a hallgatásnak súlya volt. Most ez a robottestbe rakott mesterséges intelligencia a piros szemével ugyanazokat a bántóan szimplifikált és leegyszerűsített, jaj, de gonosz vagyok. Persze nem ezt mondja, persze még azt is mondják, hogy ez nem gonosz, hanem ő csak valamilyen oknál fogva a hiperintelligenciára azt gondolja, hogy a fölnek a békéjét azzal teremti meg, ha kiírtja a bosszalokat, és azon felül meg az emberiséget is valamilyen új fajt létrehoz. Persze ez már, igen, de kicsit már egy ilyen, tényleg belementünk ebbe a hollywoodi megalomán baromságba, mint ugye a gonoszok szoktak gondolni. Veszélyben a Föld. Kizárólag az eszünkre és az akaraterünkre számíthatunk. Tehát nem Hell, inkább én azt mondanám, hogy ez a Bosszúállók, mivel azért maga is megnézzük, hogy 2,5 órát kell tölteni a moziba ezzel a filmmel, melynek szerintem a 80%-a minima kalkula a faltó falig akció, de mindazonáltal így emellett kellett beleteperni cselekményt is a filmbe, ráadásul új karaktereket behozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó,
látványos, szórakoztató, de mindenmit egy picit fárasztó is végignézte ezt a 2,5 órát. Ezt biztos nem éljük túl. Nincs tervem holnap estére. Hogy szokás mondani? Ha kevesebb több lett volna? Itt biztosan. De alapvetően, ami még a film mellett szól, hogy kicsit olyan ez, mintha a bosszúállók, tehát az Avengers sorozatnak, ugye ez lenne a birodalom visszavágja, tehát hogy itt elkezdődnek a, úgymond ezek a drámai fordulatok, tehát elkezdi bomlasztani ugye ezeket a szuperhősöket, tehát már nincsen egységes csapat, elkezdenek külön húzni, ugye előkészítve ez egy nagyobb Armageddont, amelyet már biztosan nem Joss Whedon fog rendezni, ugye távozott a rendezői székből, sőt még a Twitterről is törölte magát, annyira megviselte ez az egész folyamat. De ne legyenek kétségeink, bosszálló, 3 biztos, hogy lesz. És a 2 mennyi? Egy ilyen 7 pont. Ugye az egyik legősibb dramaturgiai trükk a nagykönyvben, ez a véletlen dramaturgia, ugye A eset, a fős eléri a vonatot, és akkor így alakul az élete, B eset, a fős nem éri el a vonatot, és akkor máshogy alakul az élete. Ez tényleg egy ilyen elég szakállas vicc, amit azért így 5-6 évente el szoktak sütni a filmekben, elsősorban hogy az európai művészfilmekben kedvelik, ilyen volt a Kislovskinál a véletlen, vagy hát kevésbé művészfilm volt, de Gwyneth Paltrownak is volt egy korai film, A nő kétszer az volt a címe, ezekben mind ugyanez, elérje, nem éri el, kijön a forgóhajton, nem jön ki a forgóhajton, stb. Stb. Ezzel egyébként az égvilágon nincs is semmi baj, ha jól csinálják, jól működik, hát sajnos a 3 Thief című filmben, hát nem csinálják olyan jól. Bocsánat, tud valahol egy szállodát? Lekistem a vonatot. Gyakran előfordul. Még sétálnom kell egyet. Velem jön? Igen. És akkor még nagyon enyhén fogalmaztunk, ugye itt az történik, hogy a szívbajos adóellenőr, már hát ez a kombináció is elég necces, szóval a szívbajos adóellenőr nem éri el az éjszakai vonatot, és kénytelen ahelyett, hogy Párizsban tölteni a saját lakásában az éjszakát, kénytelen megszállni egy vidéki francia városkában. Hát ha nem is száll meg, de az éjszakát ott tölti, méghozzá egy újonnan megismert nőismerőse társaságában, és hát ugye a szívbajos adóellenőr rövid egymás utánban beleszeret 2 nőbe is, azt most nem lőnénk le, hogy ezek a nők, ezek sem az, hogy milyen sorrendben követik egymást, sem az, hogy milyen kapcsolat fűzi őket egymáshoz, tehát nyilván nagyon, tehát ez a véletlen és a véletlen, ahogy azt ugye Moriczka elképzel, ez egyik nő egyébként Charlotte Gainsbourg, a másik pedig Kiara Mastroianni, szóval ugye a szívbajos adóellenőrnek, akit egyébként egy nagyon neves belga színész játszik, akinek a nevét én most nem fogom kiejteni. Jól megy a szívbajos adóellenőröknek Franciaországban, nyilván ez lett a film egyik tanulsága, a másik pedig az, hogy Kiara Mastroianni mennyire hasonlít Marcello Mastroianni, aki egyébként az ő édesapja. Amúgy Kiarának az édesanyja is játszik a filmen, őt ugye Catherine Deneuve-nek hívják, ugye a francia film nagyasszonya, hát nem tudom, hogy sikerült befűzni, nyilván kedvelték egymást a rendezővel, mert ez egy akkora gics, hogy a faladja a másikat. Mintha kísértetet látnátok. A francia filmben az a jó, hogyha már nagyon unjuk és nagyon kínos az egész, még akkor is lehet valamennyi élvezetet találni. Engem például leszokott kötni, hogy ezek a francia közép- és kispolgárok hogyan öltöznek, illetve milyen lakásbelsőkben fordulnak. És egy adó ellenőr az egy, tehát tulajdonképpen milyen környezetben lakik. Szerintem ez is izgalmas lett egy francia filmben. Hát ennyi forral indulnak a francia művészfilmek mondjuk a magyarokkal szemben. 3 Thief, Charlotte Gainsbourg, Kiara Mastroianni, Catherine Deneuve. 10-ből 3. Mozikban még egy nagy öreg John Bormannak a legutolsó filmje, A királynő és a hazáért, mert John Borman mit csinálna egy öreg rendező, nosztalgiázik, visszaemlékezett a fiatal korára, amikor katona volt, és akkor lényegében ezeknek az élmények alapján csinált egy fikciós vígjátékot 2 fiúról, akik katonák és angolok és a királynői rajonganak. Én inkább előveszem az Excaliburt, mégis még egyszer megnézem. I am going for a swim.